Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Tej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gyűjtés az Ungváron élőknek. Egyként fogtak össze a szekszárdiak, hogy segítsenek a hatalmas bajban lévőknek. Adomány az ukránok megsegítésére, több Tolna megyei településen is gyűjtenek a háborús menekülteknek. Lakossági fórum, Szekszárdon tartott előadást a KDNP parlamenti államtitkára. Újabb 143 ingatlanban lesz kábel-TV és szupergyors internet, Paks Cseresznyésen is elérhetőek a Tarkáltó szolgáltatásai. Takarók, ágymatracok, tisztálkodó és higiéniai szerek, valamint tartós élelmiszer. Ezeket várják elsősorban Szekszárdon, azon a gyűjtőponton, ahol az ukrajnai Ungváron élőknek felajánlott adományokat lehet leadni. Kárpátalján egyelőre még nincsenek harcok, a magyarok lakta területre viszont tízezrével érkeznek a háború elől menekülők. A Tolnai megyeszékhelyen civilek és az önkormányzat fogott össze, hogy segítsenek az ott élőknek. Alig nyílt meg a szekszárdi gyűjtőpont hétfőn, már az első percekben is sokan vittek felajánlásokat a szekszárdi Garai téren kialakított helyiségbe. Az adományokat a háború sújtotta Ukrajnába, Kárpátaljára, Ungvárra szállítják. Az akciót egy 15 éve Szekszárdon élő kárpátaljai édesanya kezdeményezte. Matracokat kértek, polifóm matracokat, ágyneműt, párnákat, hősugárzókat, hiszen még jövő héten hideg lesz, és nagyon fontos lenne, hogyha minél több hősugárzót is tudnánk esetleg küldeni. Nyilván a tisztálkodási szerek az is egy nagyon fontos dolog. Vagyis tusfürdőre, szappanra, gyerekpelenkára és tisztasági betétre is nagy szükség van, és természetesen tartós élelmiszerre. Ruhaneműt viszont nem kérnek az Ukrajnában élők, mert abból ott is sokat kaptak. Szekszárdon a felajánlásokat hétköznapokon délután 3 és 6 óra között a Garai téren az egykori szekzárszálló aljában kialakított gyűjtőponton várják. Az ott dolgozók egy telefonszámon is fogadják az érdeklődőket. A készüléket kezelők percre kész részletes tájékoztatást tudnak adni arról, hogy éppen mire van szükség. A karitatív akcióhoz sok önkéntes is csatlakozott. Ahogy a közösségi oldalon én kiírtam azt, hogy Szekszárdon van-e már ilyen kezdeményezés, és hogy valaki tud-e róla, rögtön szinte pillanatok alatt bejegyzések jöttek, hogy Szekszárdon ugyan még nem, de hogy a környéken hova tudnénk menni segíteni, és attól a perctől kezdve folyamatosan jöttek a felajánlások és a lehetőségek Zitától is. A szekszárdi önkormányzat azonnal az ügy mellé állt. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok kezdeményezésére a gyűjtőpontot a város tulajdonában levő ingatlanban alakították ki. Emellett egy másik helyiség is rendelkezésre áll, például a matracok fogadására, és további támogatással is segíti az adománygyűjtést a város. Például a polgármesteri hivatal telefont biztosított az akcióhoz, és egy korábban létrehozott gyűjtőszámlát ajánlottak fel, azért, hogy a pénzadományokat is fogadni tudják. Azt kérik, aki erre utal, a közlemény rovatba azt írja: Ukrajna. Ez az önkormányzatnak egy alszámlája, ezt 2 éve a Covid megjelenésekor nyitottuk. Ez egy adományszámla, ezen a számlán most nincsen pénz. Innentől kezdve az összes erre érkező pénz az mind Ukrajnának, és az oda megvásárolandó dolgokra fog fordítódni. Mama! Eközben folyamatosan érkeznek Magyarországra a háború elől menekülők. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint szombatig már több mint 63 ezeren léptek be az országba Ukrajna felől. Dáriát néhány napja hozták a szülei Szekszárdra, ők pedig visszautaztak a rokonaikhoz. A fiatal lány azt mondja, nagyon hálás a segítségért. Én Dária, 12 éves vagyok, én Ungvárból. És köszönünk szépen, hogy segítenek nekünk. Szekszárdon a cél az, hogy az első teherautó adományt már hétvégén eljuttassák Ungvárra. Ebben és a távolabbról érkező felajánlások gyűjtésében Szegedi Attila, a helyi kutatómentő egyesület tagja segít majd az önkénteseknek. Több Tolna megyei településen is segítenek az ukrán háború rászorultjainak. Az összegyűjtött adományokat vagy a határon túli testvértelepüléseknek, vagy a Magyarországra érkező menekültek megsegítésére ajánlják fel. Több településen vették igénybe valamely segélyszervezet közreműködését. Tartós élelmiszerek, takarók, matracok gyűlnek a rászorulók megsegítésére a Tamási Művelődési Házban. Ez a hölgy azt mondja, muszáj ilyen helyzetben segítséget nyújtani. Én tartós élelmiszert hoztam, ágyneműket, takarókat, plédeket, ilyesmiket.
A segélyezés célállomása az ukrán testvérváros Tiszapéter falva lesz. Kérdeztem azt, hogy mire van szükségük ebben a nagyon nehéz helyzetben. Ők elsősorban tartós élelmiszert kértek, emellett matracot, lepedőt, takarót, ágyneműt, ágynemű betétet, hisz a frontvonalból, Kelet-Ukrajnából menekülőket Kárpátalján, a többek között Tiszapéter falván fogják elhelyezni, illetve már ott vannak a menekültek a településen is, tehát ez nagyon nagy segítség lenne, hogyha ezekből a dolgokból minél többet össze tudnánk gyűjteni, és el tudjuk juttatni majd Kárpátaljára, Ukrajnába. Tervek szerint már a hét második felében elindulhat a teherautó az első szállítmánnyal. Tolnán is gyűjtési akcióba kezdenek. A városban működő karitatív szervezetek összefogásával szervezik a gyűjtést. A város több helyszínén várja majd a napokban az adományokat. A segélyszállítmányt elsősorban a Magyarországra menekülők megsegítésére szánják. A gyűjtőpontokról a város internetes felületein tájékoztatják majd a lakosságot. Olyan módon kéne segíteni, hogy nem Hűbele Balázs módjára, hanem valami nagy segélyszervezeten keresztül, hiszen ők folyamatosan tudnak kapcsolatot tartani a határon, vagy esetleg a menekült központokban lévő kapcsolattartókkal. Bátaszéken is szervezik a segélyadományok összegyűjtését. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, a város csatlakozik valamelyik országos segélyszervezethez, és az ott felmerülő igények szerint segítenek. Csatlakozni szeretnénk szintén egy karitatív szervezet által már meghirdetett akcióhoz, melynek keretében Bátaszéken majd felállítanánk egy gyűjtőpontot, ahova bátaszékiek elhozhatják mindazokat az adományaikat, amelyek a szervezeten keresztül eljuthatnak majd mindazokhoz, akik a háború következtében otthonuk elhagyására kényszerülnek. Bátaszéken csütörtöktől a gondozási központban és a művelődési házban várják az adományokat. 2037 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.789.581-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.051-re emelkedett. 3610 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.395.000-en kaptak. Tolna megyében 209 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, így 38.054-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Teltházas lakossági fórumot tartott Szekszárdon Rétvári Bence, a KDNP parlamenti államtitkára, és Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. A témák között kiemelt helyen szerepelt az áprilisi választás, mint az előadók elmondták, a tét hatalmas. Magyarországnak olyan miniszterelnökre van szüksége, aki akár konfliktusok árán is, de mindig a nemzeti érdekeket képviseli, nem pedig olyanra, aki azzal kampányol, hogy ő főnyeremény Brüsszel számára. Ezt a KDNP elnök helyettese, a kisebbi kormánypárt parlamenti államtitkára mondta Szekszárdon egy lakossági fórumon. Rétvári Bence szerint az április 3-ai országgyűlési választások igazi tétje az lesz, hogy Magyarország előre megye, vagy visszalép a múltba. Ma már magasabb a minimálbér, mint akkor az átlagbér, hogy nem arra kerünk január 1-én, hogy mennyivel nő a rezsi, hanem arra, hogy 20%-kal nő az óvodai dolgozóknak a bére, 10, vagy a bölcsődei dolgozóknak a bére, 10% az óvodai dolgozóknak és a pedagógusoknak a bére, 21% az ápolóknak a bére, 28,5% az orvosoknak a bére, 20% a kulturális szférában dolgozók bére, hogy 6 havi fegyverpénzt kapnak a fegyveres testületeknél dolgozók. Ebbe az irányba szeretnénk tovább menni. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban megtartott teltházas fórumon Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a magyar embereknek április 3-án aközött kell választaniuk, hogy folytatódjon-e a családokat, a gyermekvállalást, a fiatalokat és az időseket támogató politika idehaza, vagy pedig ne. A családi adókedvezmény, ez egy nagyon nagy lehetőség a fiatal családok számára. Az, hogy a falusi csokkon keresztül újra életet vittünk a falusi kis településekbe, és az a jellemző mondjuk a választókerületemben is, hogy szinte minden településen vagy bővíteni kell a bölcsödét, vagy új bölcsödét kell létrehozni. Horváth István kiemelte azt is, hogy Magyarország tavalyi több mint 7%-os GDP növekedése Európában a legnagyobb volt. Magyarország minden támogatást megad azoknak a kezdeményezéseknek, amik békés segítséget jelentenek Ukrajnának.
Ezért is csatlakoztak ahhoz a 8 Európai Uniós tagországhoz, akik felvetették, hogy Ukrajna minél előbb kapjon az EU-tól tagjelölt státuszt, és minél előbb kezdődjenek el a megbeszélések a csatlakozásával kapcsolatban. Magyarország támogatja ezt a kezdeményezést. Sürgetjük a brüsszeli intézményeket, hogy vegyék napirendre a 8 elnöknek ezt a kérését, amelyet Magyarország is támogat. Telefon és internet szolgáltatás indul Cseresznyésben. A Pakshoz tartozó település részen elkészült a telefon és internet kapcsolat műszaki alapegysége, amelynek átadását hétfőn tartották. Cseresznyésben 143 ingatlanban lesz használható a kábel TV, telefon és internet szolgáltatás, amelyben több mint 150 csatorna és 1000 megabit per szekundum internet lesz elérhető. A kivitelezés január elején indult, és várhatóan március végétől lehet majd szerződést kötni a szolgáltatásra a TAR Kft-vel. A projekt költségvetése több mint 32,5 millió forint volt. Paks Cseresznyésben 10 kilométeres nyomvonalon épült ki az az optikai kábel, mely minden egyes lakóhoz eljutott légkábelen vagy földkábelen. 143 házhoz kötik be a telefont, az internetet és a kábeltévét a napokban. Gyakorlatilag az első telefonvonal 1960-ban szólalt meg, vagyis a Csengés Cseresznyésben. A településen az akkori TS világban kihozták a vezetéket, és itt az akkori homoksivatag, a cseresznyési lakosok gyakorlatilag a külvilággal fel tudták venni a kapcsolatot, és 2022-t írunk, 2021-ben indult a projekt. A Pakshoz tartozó település részen elkészült a telefon és internet kapcsolat műszaki alapegysége, amelynek átadását hétfőn tartották. A szerződések megkötésére a TAR Kft. Március végén kerít sort, így a szolgáltatása a tavaszi időszakban már elérhető lesz minden egyes háztartás részére. Óriási nagy lépés a település számára. Rengeteg fiatal költözött ki a napokban, az években. Gyakorlatilag nagyon sok anyuka most is egyesen van és várandós, tehát Cseresznyésnek a jövője az nagyon szép utat mutat előre, és ezért volt erre a beruházásra nagyon szükség. A projekt költségvetése közel 33 millió forint. A következő nagy feladat Cseresznyésben a mobiltelefon térerő erősítése, melyre már történtek lépések. A Garai János Gimnázium adott otthont a 12. alkalommal megrendezett Lázár Ervin anyanyelvi versenynek. A megmérettetésen a mai generáció számára kézenfekvő feladatokat kellett megoldani. Többek között Pilinszky János költőnek kellett egy közösségi profilt létrehozni, és tartalommal megtölteni, illetve egy karantén szótár megalkotása is a feladatok közé tartozott. Az ország számos pontjáról érkeztek csapatok. 12. alkalommal rendezték meg a szekszárdi Garai János Gimnáziumban a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyt. A kétfordulós megmérettetés elődöntője már a tavalyi év végén lezajlott, ebben a fordulóban már az 5 legjobb csapat mérte összetudását. A diákok az ország több pontjáról érkeztek. Ajerbak Anita, a szolnoki Verségi Ferenc Gimnázium tanulója, az iskolájában látta meg a felhívást a pályázatra, és örül neki, hogy eljött a megmérettetésre. Eddig nagyon tetszik a verseny, mivel szerintem nagyon izgalmas feladatok vannak. Először, amikor írni kellett, hát azon meglepődtünk eléggé, de nagyon tetszett, illetve most ez az informatikai feladat is meglepett minket, de szerintem jól megoldottuk, legalábbis remélem. A verseny elődöntőjében Pilinszky János nyelvhasználatával kapcsolatban kellett blogbejegyzéseket készíteni a csapatoknak, illetve egy karanténszótár megalkotása is a feladatok között szerepelt, amiben a koronavírus járvány kapcsán keletkezett új szavakat gyűjtötték össze. Azok a diákok, akik eredményesen teljesítették ezeket a feladatokat, bejutottak a döntőbe. Akik részben ezekhez az előzetes feladatokhoz kapcsolódó, részben új feladatokat kapnak, de mindegyik Pilinszky János költőnye használatához, illetve a karantén nyelvhez kötődik. Most jelen pillanatban a második feladaton dolgoznak a számítógépes teremben, ahol egy elképzelt profilt, közösségi profilt kell készíteniük Pilinszky Jánosnak, megadott szavak felhasználásával, amelyeket például a karantén szótárból válogattunk, műfaji megkötéssel. A verseny szervezői évről évre olyan költőt vagy írót állítanak a középpontba, aki vagy szekszárdhoz kötődik, vagy évfordulós. Így esett a választás Pilinszky Jánosra, hiszen 2021-ben ünnepeltük születésének 100. évfordulóját. A megmérettetés színesítette az is, hogy a diákoknak a digitális tudásukról is számot kellett adniuk. Egy olyan világba kellett elkalauzolni a zsűrit,
ahol megmutathatták, hogy a Pilinszky ma is élne, hogyan nézne ki a közösségi profilja, milyen tartalmakat osztana meg. A megmérettetésen összesen 15 diák vett részt, legmesszebbről a fehér gyarmati csapat tagjai érkeztek. A versenyt a Budapest 7. kerületi Madách Imre gimnázium csapata nyerte. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Közel 1,5 millió forintot gyűjtöttek Pécsen, az ukrajnai menekülteken segít a Fidesz. Vakvezető kutyákért futott, 222 kilométert tett meg két nap alatt az ultrasportoló. Ritka betegségekről hallhattak Pécsen, világnapi rendezvényt szerveztek Baranyában. Közel 1,5 millió forint gyűlt össze egy hétvége alatt Pécsen egy jótékonysági rendezvényen. Az eseményt a helyi Fidesz szervezte, melyen részt vett Varga Judit igazságügyi miniszter is. A program célja, hogy az ukrajnai háború menekültjein segítsenek a befolyt összeggel. De nem csak anyagi, hanem tárgyi felajánlásokat is szívesen várnak, mint például ruházati és higiénés termékek és élelmiszer. Jótékonysági eseményt szervezett a pécsi Fidesz frakció a hétvégén. Az eseményen részt vett Varga Judit igazságügyi miniszter, a szervezést pedig Hoppá Péter országgyűlési képviselő, Őri László a Baranya megyei önkormányzat elnöke, valamint Kővári János országgyűlési képviselőjelölt bonyolították le. A rendezvény célja az ukrajnai háborús menekültek megsegítése. A váratlan események fényében a legfontosabb, hogy Magyarország békéjét megőrizzük, de segítsünk a bajba jutottakon, mondta el stábunknak Kővári János. Közel 1,5 millió forint gyűlt össze Varga Judit igazságügyi miniszterasszonnyal közösen, Hoppá Péterrel és Őr Lászlóval közösen gondoltuk ki ennek a jótékonysági esnek a létrehozását, és ezen részt is vettünk. De már azóta újabb jelentkezők is vannak, akik szeretnék támogatni a Kárpátaljáról menekülőket. Nekik mindannyian azt tudjuk mondani, hogy az 1357-es, tehát 1357-es telefonszámot, ha felhívják, a híd a Kárpátaljakért vonalat, ott minden hívás 500 forint. Tehát a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb segítség, hogyha ezt felhívják. Emellett a Nemzeti Összefogás számla számára is utalhatnak pénzt a segíteni szándékozók. Akik pedig nem anyagiakban támogatnák a menekülteket, a tárgyi felajánlást is választhatják. Kővári János kiemelte, hogy Pécsen a Viktória utcai Fidesz irodában, vagy a Rákóczi utcai KDNP székházban várják a ruházati, higiénis termékeket és élelmiszereket. Erről egyébként Hoppá Péter is tájékoztatta a lakosságot közösségi média oldalán. Vakvezető kutyákért futotta körbe a Balatont egy ultrafutó. Gyöngyösi Róbert 222 kilométert tett meg azért, hogy felhívja a figyelmet a látássérült emberek nehézségeire, az őket segítő négylábúakra. Jelenleg háromszor annyi kutyára lenne szükség Magyarországon, mint amennyi rendelkezésre áll. Gyöngyösi Róbert szombaton reggel 7 órakor indult el Balatonfüredről. Az ultrafutó már nem először állt rajthoz az NN Ultra Balatonon. A sportolót vasárnap délelőtt Balatonvilágosnál sikerült néhány percre megállítanunk. Ekkor már túl volt több mint 170 kilométeren és egy nehéz éjszakán. Igazából minden előfordult, ami most szóba jöhet. Igazából volt hóesés, szél, erős keleti szél volt a déli parton végig, úgyhogy elég nehéz volt. A futó egyedül, segítő nélkül indult a megmérettetésen, csak egy hátizsákot, váltás, ruhát, cipőt és energiaszeletet vitt magával. Célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a látássérült emberekre és az őket segítő vakvezető kutyákra. Fokozatosan, ahogy nőtt, észrevettem, hogy csörög a telefon az asztalon, és odahozta a szájába a telefon, meg kirántottam az apró pénzt a zsebemből, és jó vakmódjára négy kézzel megpróbáltam megkeresni, ami nem volt a földön, és amikor azt hittem mindent összeszedtem, oda jött az Olivér, és kapart a lábába, mondom, mit szeretnék kicsim, és beleköpte a tegyenembe a 100 forintost, amit ő még talált. Olivér a kisúszkár és Bonca, a hivatásos vakvezető kutya is segíti Csabát, aki születés óta látás sérült. Mint mondja, ő szerencsés volt, hiszen már 2007 óta közlekedhet négylábú barátaival, országos szinten azonban nem ilyen jó a helyzet. Elég hamar hozzájutottam a kutyushoz, fél éven belül, de általában másik-két év a várakozási lista, a várakozási idő, és ugye évente sajnos nagyon kevés vakvezető kutyát tudnak kiképezni, mert kevés az a kutya, ami alkalmas erre a feladatra.
Torma most egy éves, kiképzője Orsi mindent megtanít neki, ami alkalmassá teszi arra, hogy aztán jó vakvezető kutya legyen, ahogyan a többi négylábúnak is a Baráthegyi iskolában. Megyünk velük városba, plázákba, meg kell tanulnia ugye, hogy a lépcsőre hogy kell felmenni, a villamosra, a járműre, és ezeket tanulják. A földről nem vehetnek fel ételt. Pórász feladja a kezembe, vagy akár, hogyha leesik egy kulcs, és ezeket tanítgatjuk nekik. Sok látássérült szeretne vakvezető kutyát, a várólista azonban hosszabb, mint amennyi négylábút ki tudnak képezni országos szinten. Erre hívta fel a figyelmet Gyöngyösi Róbert a Balaton kerülő futással. A sportoló ugyan szintidőn kívül érkezett meg a célba, az érzés, hogy segíthet másoknak, kárpótolja mindenért. Örömet érzek, mert látom azt a rengeteg kommentet, meg a sok embernek a véleményét, amit tapasztaltunk korábban is az akcióval kapcsolatban. Úgyhogy olyan pozitívan fogadták, hogy még ennek az öröme a fájdalmat az ellensúlyozza, ami van bennem most. A vakvezető kutyákat és a kiképzésüket egyébként bárki támogathatja, akár az adó 1%-ának felajánlásával is. A ritka betegségek világnapját tartották Pécsen a hétvégén. Az Országos Szövetség, a Genetikai Intézet és az Éltes Mátyás Iskola közös szervezésében találkoztak immáron 15. alkalommal az érintett családok a pécsi Zsolnai negyedben. Itt előadásokkal, ismertetőkkel hívták fel a látogatók figyelmét arra, hogy különös tüneteket mutató gyerekeknél indokolt lehet, ha felkeresnek egy ritka betegségekkel foglalkozó intézetet. A Pécsi Éltes Mátyás iskola diákjai énekelnek az E78-as épület színpadán, a pécsi Zsolnai negyedben. Ebbe az iskolába járnak azok a gyerekek, akik különleges vagy gyógypedagógiai tanítást igényelnek, úgy mint a 10 éves Szabolcs is. A többi ember is, akinek átlagos gyermeke van, nem betegséggel küzd, hogy megismerje, hogy igazából ők milyen gyerekek, hogy mit lehet belőlük kihozni. Mert ugye ezeknek a Down-szindrómának is vannak fokozatai. Ugye van gyengébb, van közepes és van erősebb. Ugye ő középsúlyosnak nyilvánítják, de én mint szülő, én teljesen másképp látom, mint hogy középfokú, inkább gyengébb. Ezért fontosak az olyan események, mint amit szombaton tartottak Pécsen. Bár a Dankor világnapját március 21-én tartják, ők is eljöttek, hogy február 26-án, a ritka betegségek világnapján együtt legyenek az érintettekkel. Az Éltes Mátyás iskola pedig szervezőként segítette az úgynevezett ritka nap megvalósítását. Ide tartozik ugye a Williams-szindróma, a mukopolis, a haridózisok, ide tartozik a cisztás fibrózis, az SMA, tehát egy pár ismertebb is van köztük, de összességében a többsége azért nagyon ritka. Sőt, földrészenként változó, hogy mi tartozik ebbe a betegségcsoportba, mondja a szakember. Az Európai Unióban a meghatározása azt hívunk ritka betegségnek, ami kevesebbszer fordul elő, mint 5 betegben 10 000 beteg között. Tehát 1 a 2 000 körülött a gyakoriság, és az Európai Unióban még hozzátartozok a definícióhoz, hogy ez egy krónikus, hosszantartó, sok esetben senyvesztő betegség. Körülbelül jelen pillanatban 5-7 000 ritka betegséget ismerünk. Vannak adatok, amik azt mutatják, hogy ennél sokkal több, akár 10 000 is lehet. Mintegy 80%-uk genetikai hátterű. Azért kezelik közös csoportban őket, mert hasonló kihívást jelentenek oktatási, szociális területen. Diagnosztizálásuk nehéz, ezért a világnapon arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy azok a betegek, akik nem illenek egyik kórképbe sem, minél hamarabb kerüljenek a ritka betegségekkel foglalkozó intézményekbe, mint amilyen például a pécsi klinikán is van. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Gyűjtés az Ungváron élőknek. Egyként fogtak össze a szekszárdiak, hogy segítsenek a hatalmas bajban lévőknek. Adomány az ukránok megsegítésére, több Tolna megyei településen is gyűjtenek a háborús menekülteknek. Lakossági fórum Szekszárdon tartott előadást a KDNP parlamenti államtitkára. Újabb 143 ingatlanban lesz kábel TV és szupergyors internet, Paks Cseresznyésen is elérhetőek a Tarkárté szolgáltatásai.
Szerdán nagyobb részt napos, délután helyenként már felhősebb időre lehet számítani, csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt légmozgás ígérkezik, éjszaka erősen, valamint gyengén felhős területek váltakoznak. A hajnali hőmérséklet továbbra is fagypont alatt alakul. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!